Ez így nem jó. Ez ne legyen benne, jó? Sziasztok, ez itt ismét a Fifázunk és Pofázunk. A mai vendégünk a levegő ura. Szervusz, üdvözöllek. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Természetesen, hát ebbe extra vagyok ebbe a játékba. Ebbe te vagy a legjobb? Magasan. Mondtad, hogy nem szeretsz második lenni. Itt ma? Hát ugye mi ketten vagyunk, szerintem eldőlt, hogy kié lesz az ezüstérem. A gyerekkoromban is folyamatosan második voltam, akár gyorsaságban, akár hosszú távfutásban, akár gólszerzésben. Bármit mondhatnék, mindig egy ember megelőzött engem. Szóval igaz, hozzá kell tenni azt is, hogy nem voltam egy jó megtermett legény, de hát ugye a későbbiekben azért utolértem a kortársaimat. 2-3 perc, és akkor utána szerintem meg foglak verni, hogyha... Azt mondod? Vagy úgy, nem? Tök minden. Figyelj, ha nem megy, akkor megy be fel a tévével, a sztori, az kész. Ugye meséltél arról, hogy hát most ugye már egészen más akadémiákon palérozódnak a fiatalok, de hogy azért a te korodban ez egészen másképp nézett ki, hogy ez hogy volt, amikor te még a 70-es évek környékén gyerek voltál? Hát fiatalítottál. Hát akkor úgy volt nekem a napom, reggel felkeltem, elmentem az iskolába, tehát az ott már mozgás volt, tehát nem azon, hogy apuci, anyuci beültet az autóba és elvisz, hanem meg akkor szépen... Voltál, futottál a többiek elől? Nem, most hát volt olyan is különben, mert nem tudom, mennyire vagy képbe. Lőrincen nőttem fel, ha van a lakótelep, ott azért egyszer-kétszer kellett szaladnom. Ott voltak azért ilyen rohangyók? Hát ott azért előfordult, hogy jöttek utána, ami meg sprint hazafele, vagy pedig másik irányba, mert nem volt jó, hogy nem lett volna jó, hogyha elkapnak engem, de hát... De nem kaptak el soha? Nem. Addig futottam, az... hát ami a Forrest Gump. Futottam, és észrevettem, hogy nagy szakállam. A tornaóra szünetekben folyamatosan fociztunk. Tehát azt vártuk, fújják, vagy mi az, legyen már csengő, és tudjunk kimenni az udvarra focizni. Utána vége az iskolának, haza. Jó esetben volt annyi időm, vagy akartam annyi időt adni magamnak, hogy ebédeljek, és onnan már mentem ki a Bozsi stadionba. Ott folyamatosan edzés előtt fociztunk ott a srácokkal, edzés, utána haza, ugye még ha engedte a időjárás, akkor még akkor is fociztunk, tehát non-stop ment a foci. Tehát lehet mondani, hogy téged nem a lóvé motivált, hogy focista legyen? Hát az elején abszolút nem ez motivált. Ez volt nekem az elsődleges célom, hogy legyek első, amit előbb felsoroltam, hogy legyek első a góllövésbe, gyorsaságba, hosszú távfutásba, bármibe, legyek én a legjobb. Utána kerüljek be az utánpótlás válogatottba, utána hogy kerüljek be a Kispest Honvéd első csapatába, fel tudjam magamra húzni a piros-fekete mezt. Ez volt nekem az elsődleges célom, nem az, hogy ez mit hoz magával, mert én ezt most nem tudtam, nem néztem azt, hogy most mit hozhat ez nekem anyagiakba, hanem az, hogy ott tudjak lenni. Természetesen utána, amikor már játszottam a Honvédba, a válogatottba, azért tudtam, meg azért kaptam olyan visszajelzést, hogy ez kis lóvéval is jár. Így van, tehát, de elsődlegesen nem az volt nekem a fő célom, hogy mennyi pénzt tudjak ebből kivenni. Mit javasolsz a mostani srácoknak? Azt tudom csak mondani, és ez 100%, hogy akarjanak labdarúgók lenni. Tehát lépésről lépésre menjenek előrefele, ne az legyen 14, 15, 16 évesen, azt nézzük, hogy én válogatottba akarok játszani, és akkor kimenjek a Premier Ligába. Mert ha oké, legyen egy távoli cél, de én azt mondom inkább, hogy lépésről lépésre menjenek előrébb, mert ugye ha megcsinálod egy kis célt, kitűző magad elő, azt eléred, akkor már sikerélményed van, és abból azért tudsz táplálkozni. Mint az, hogy egy nagyobb dolgot megcélzol aztán, de hogy jutsz el odáig. Tehát szerintem sokkal nehezebb, mint azt, amit én csináltam, hogy folyamatosan lépésről lépésre mentem előrefele. Azért a magyar NB1 és a Premier League között óriási nagy lépés van.
Az egy kicsit nagy volt nekem. Hogy érezted? Ma, akkor, hogy ez... Abszolút. Tehát amivel én itthon Magyarországon kitűntem, az ott a legutolsó játékos, és tudta. Ott nincsen idő arra, hogy... Tehát nem adnak annyi lehetőséget, hogy te bizonyítsál, mert ott van mögötted nem 5, hanem 5000. Vagy lehet, hogy még keveset is mondtam, játékos. Ki volt a, ha már Premier League-ről beszéltünk, ki volt a legkeményebb ellenfél? Hát a Sol Campbellt mindenféleképpen Terry, őket mondanám, akkor a portugál. Jó, most a Bruno? Igen. Bruno Neves? Nem bírom, hogy Kalózi. Hát az. Hát az szerintem embert már elvett. Ez tuti. Úgy is néz ki. Komolyan mondom. Hát ez 100%, hát ez megevett reggelire. Ugye mondtad, hogy a levegő ura, hát én felugrottam fejelni, ő is, és akkor éreztem, hogy itt nem a feje van, hanem... Mi a hátal? Hát nem a hátal, mindenki képzelje el azt, hogy mi lehet ott, ha ő is felugrik, ő is a labdát támadja. És akkor, hogyha neked nem tetszik a Norwich, akkor nyomhatsz még egyet, ne lehet, ne tetszen, majd ez a az Arzenálnál, igen. Jó, és egy, kettő, meg is vagyunk. Tartod még ott valakivel a Palace-nál a kapcsolatot? A Király Gabival. De ő már nem tetszik. Hát jó, de hát Premier League-ás játékos. Pályamunkással igazából óriási címbik vagyunk. Összejárunk. Na és... Hol volt a legjobb légióskodni? Ha focit nézzük, akkor egyértelmű Anglia, Németország, de viszont ugye ott azért élni is kell, akkor azért... Azt. Mindennel zavarnak. Így van, nem. Nem, tehát ugye Görögországban is voltam, ott időjárás, a kaja, a szurkolók, megnyilvánulásai felém, hogy a utcán találkoztam velük, az nekem nagyon-nagyon bejött. Mai napig is sokszor visszamegyek Görögországba, és még mindig tudják, hogy ki vagyok, meg mi vagyok. Utcán felismernek? Igen. És ott éreztem legjobban magam. De viszont, ha a focit nézzük, akkor nézzük csak a focit nézzük, akkor a Németország, meg Anglia. Aha. Ó, vigyázz! Hopp! Nem mondtam neked? Jó. Jó. Átcsemetem a fél pályán, de amúgy tök jó. Sörözni lehet egyébként? Bocs. Hát most így... Lehet. Elmentem egy-kétszer csapattársaimmal. Ilyen összetartó bulira. Hát azért kezdetben egy-két korsó sör elfogyott, aztán utána jöttek a melegebb italok. Úgyhogy... Tehát azért ott azért a focisták azért nincs az, hogy attól függetlenül, hogy profi ízelet. Amikor nincs ugyanolyan emberek, tartani, ők is, ugyanolyan emberek, ők is elmennek szórakozni, ők is lazítani akarnak ugyanúgy, mint bármilyen sportoló, bármilyen ember. Persze megvan az ideje. Tehát az mérkőzés előtt elég nagy bolondság lenne tottára verni magát a játékosnak. Volt olyan, hogy ilyen válogatott szünet volt, és a csapat kitalálta, hogy menjünk el Ciprusra. 4 napra kivitt minket az edző. Hát ott a 4 napig igazából nagyon labdát nem láttunk. De akkor ez egy összetartás volt alapvetően? Igen. És, ott aztán minden nap megindulás volt. Ott az volt. Volt egy olyan sztori a könyvedben, hogy direkt kiállítottad magad az egyik meccsre, hogy... Hát azért az, hogy direkt, azért az így egy erős kijelentés, de... Mi történt akkor? Ugye aznap született meg a kislányom, és a mérkőzés előtt már itthonról kaptam az információkat, hogy nem minden úgy alakul, ahogy normálisan kéne menni a dolgoknak. Nem úgy ment sajnos, és
hát így mentem ki bemelegíteni, és utána, amikor visszamentem a bemelegítésről, csak egy üzenetet kaptam, hogy most visznek be a műtőbe. Hát gondolhatod, alapjával jöve is egy eléggé hamar. Eléggé nyugodt típus vagyok. Igen. Úgyhogy így mentem ki, hát kb. 10. percig sikerült a pályán maradnom. Provokált is a védő. Engem azért lehetett, már múlt idő. Már múlt most idő, már? Áll, dehogy, és most már nem. Csak a... Yin and Yang, tehát egyszerűen nem lehet kizökkenteni. Semmi, nincs az. Jó, néha bírók kiszoktak hozni a sodromból, de hát ők szerintem minden egyes játékost kihoznak, mert botrány. Nem jó kapcsolatod velük? Hát nem azt, hogy rossz a kapcsolatom velük, hanem elkezdik mindig a bolondságaikat csinálni, és akkor kész. Nem is értem, hogy miért csinálják ezeket, de hát mi ő tudja. Ezt a munkát választották, nem? Jó, de ki az, aki azt választja, komolyan mondom. Nem is értem őket. Nem az a Isten. Hát. Miért jó ez nekik? De hát mindegy. Valami ott fenn nem. A toronyban valami, van valami gond, hogy bírónak menjél. Na de lényeg az, hogy akkor mentél, törlesztettél? Na igen, törlesztettem, aztán azonnali hatálya jöttem haza. Azonnali hatálya, 10 percet voltam fenn a pályán, aztán jöttem le. És mentem haza. De akkor ez egy végig gondolt mészállás volt? Nem. Nem volt végig gondolt, de mondom a... Nem voltam a helyzet magaslatán akkor. Mondjuk azért mentségemre mondom, szerintem a férfiaknak a 99%-a nem biztos, hogy nyugodtan tudott volna abba a szituációba cselekedni. Persze, nyilván csak. Hát... Mondom én is, tehát én is. De világos. És akkor, de hát ugye ez nem úgy van, hogy hát, most utólag így egy vicces már, de ott abba a mérkőzés előtt, amikor kaptam az üzeneteket, akkor nem volt az annyira vicces, de most az az. Most már most így tudok viccesen most beszélni most róla. És mi lesz, hogyha... Ha nagy leszek? Ha nagy leszel. Futszál vagy? Hogy? Ja, futszál? Hát futszál nem. Ott nincsen szabálytalanság. Nincsen. Hát ugye megcsináltam az edző. Gondolkoztam, hogy gondolkozol ezen? Igen. Sőt, mi több, már ugye el is kezdtük. Ugye a Juhász Rolival ugye csinálunk egy tehát ugye egyesületet vezetünk, együtt csináljuk, vannak gyerekeink, nekik tartunk edzéseket, próbáljuk őket megtanítani arra, amit mi megkaptunk, amit mi tapasztaltunk, azokat átadni nekik. Ugye ezt így a labdarúgás mellett most ezt elkezdtük már, aztán később őkben majd meglátjuk, hogy mit fog hozni ezzel kapcsolatban is a jövő, de ez egy abszolút egy célunk, hogy ott rendben legyen. Wow, akkor nézzük. Buffon. Nem tudok vitatkozni. Nem? Hát akkor jó. Tökéletes választás. Mi a felállás egyébként? Hát 4-2-3-1. Oké. Akkor Dani Alves. Úgy most a bal oldalon, ugye attól függ milyen, hát Maldini, Carlos. Hát nálam mi lenne ott? Igen, na jó, legyen ő. Robi Carlos? Legyen ő középen, ha már előfelel, Sol Campbell, Terry. Szép. Ez a páros lesz közé? Legyen ez. Terry, komoly. Akkor Gattuso, akkor kettő Busquets. Ronaldinho? Aha. Abszolút full hatos. Ugye a Busquets az előtte egy picivel, a fönt meg a Ronaldinho. Igen. És azért ketten a Busquets meg a Gattuso-nak azért meg kéne oldani a védekező részét. Akkor széléről abszolút jön befele a Cristiano Ronaldo. Akkor fent eredeti Ronaldo, ha már eredeti. És akkor bal oldalon, mit tudom, Di Maria. Ki az, aki betennél, hogyha betennél magyart? Öcsi bácsit. Hát, akkor ne, tegyük ki. Ronaldot tegyük ki. Nem kell Ronaldo. Ronaldo nem kell.
És a Kölcsi bácsit betesszük oda. Kölcsi bátyja a helyére. Ott a jobb oldalon. Egy nagyon agresszív védőt is be tudnék tenni. Juhász Rolis személyével. Amúgy nem olyan, néha agresszív. Hideg vérre szétrúg, de hideg vérre csak nála nem veszik észre. Mocsoljuk. Volt egyszer egy olyan, hát komolyan mondom, a vádlig közepétől egészen a sarka még végig szántott a srác. A Juhász Roland, igen ő. Én sejtem is egyébként, melyik volt pályafutásod kedvenc gólja, de melyik volt? Hat. Kedvenc gólom? Ja, nagy érdemés. Hát szerintem 2001-ben Vecsés ellen ott... Én is arra gondoltam. Tessék, akkor már ketten vagyunk. Egyértelmű, hogy a németek elleni mérkőzésen szerzett 2 gólomat mondom. Tehát az a meccs, az nekem nagyon sokat adott. Tudtam belőle profitálni, oda tudtam kimenni akkor a Crystal Palace-ba, a Premier League-be, válogatottba, ott maradtam, tehát egyértelmű. Amúgy odaadtam most neked a labdát. Jó, szóval arra akarsz kívülködni, hogy nem a blogolba, nyilván nem is senki is mondta. Nem, csak én, csak azért szeretnek. Az, hogy jó, rúgott a németeknek 2 gólt, aztán... Na! Kapufa! Oho. Na, tehát... Szóval vannak ilyen felhangok? Vannak. Mert nem, csak így, hogy megvan. Azért egy ideje megvan. Hát ez én kapok. Eléggé. Eléggé szoktam kapni a dolgot, hát is mindegy. De most már azért hozzá lehetett szokni, nem? Azért. Na végre! Erről van szó! Ó, de ez a Everton védelem, ez komolyan mondom, nem tud semmit. Össze-vissza szaladgálnak. Tűz forró itt a szituáció. A csíri az jó lenne. Szemüveg. És akkor most? Várj! Van rajtam, nincs rajtam. Ugyanaz lesz, hallod? Semmi különbség nincsen az, hogy most van rajtam szemüveg, vagy nincs rajtam szemüveg. Ugyanazt fogom tudni szóval adni nektek ebbe a játékba. Nagyon csíris. Ez extra. Nem is lepődök meg ezen. És beszéltünk valami csomó pozitívul, hogy volt esetleg olyan a karrieredben, ami nehezen értél meg, nehezen értél meg, nem örültél. Hát nagyon egyszerű. A válogatottban, amikor ki szavaztak, akkor az nekem nagyon-nagyon rosszul esett, az számomra, tehát nem egyik napról a másikra. Mi volt annak az oka szerinted, hogy te nem volt? Hát azt nem tőlem kéne megkérdezni. De nem kérdezted meg? Hogy miért? Aha. Hát most kapsz normális, őszinte választ. Mert azért előtte sokáig voltál azért nagyon. Hát nem kapsz őszinte választ, soha. Az, hogy mi miért. Van más elképzelés. Most én, nem én, hanem ő. A harmadik emberre kenjük. Tehát... nem kapod meg 100%-osan. Van nekem egy elképzelésem, hogy miért. Hát ez már. De most már ez letisztult. Tehát ezt már túltettem magam ezen. De mondom, az nagyon sokáig fájt. Főleg utána volt az ugye a 2016-os. Te rúgtél, hogy ő volt az. Igen? Igen. Ez azért jó hír, mert te rúgtad a gólt, úgyhogy... De viszont neked kéne csinálni. Nem, de te kaptad, nem. De a szabály az úgy hangzik. De ne, várj. De nem, egyébként jobb, mert akkor ezt ne rakhatod, amit rakhatod. Tehát, hogy még 5 percig így ülsz, és nem indul el a labda. De várj, nem rúgtam, hanem gólt, a labdát bevezettem a kapuba. Visszakom a szabályt. De valamit én... Azt a mindenit. Valamit én... Mindenkitől azt mondom, hogy neked nagyon jó hangod van. Igen? Nem. Ki a kedvenc énekesed? Hát figyelj, most legutoljára... De valamit... Majka koncerten voltunk. Ugye jó kapcsolatban vagyok a Petivel. Aha. Ugye szeretem a zenéjét is. De hogy most én itt rappelgessek, az a Hooligans... Akkor egy királynő következik. Nem áll. Te tudod, te tudom, hogy én nem tudom a szövegét, de te tudom, hogy tudod. De én tudom? Azt mondod? Hogy ne tudnám? De várjál, de hogy nehéz, itt sem, nincsen zene. A profik se tudnak úgy énekelni, hogy nem kapnak egy ütemet.
Hát még most már egy picikét várjál. Év laktudom, fel sem veszel. Én is azt mondom, te le annot teszel. Amit ha megkapszol, a fel is dobod. A telefonod. Ha lelépsz, kéred a béredet, a vízámat szívod és a véremet. Nézek egy gyönyörű, szép szivárvány. Szivárvány. Nem merek hangosan énekelni. Szeri áldozatát, királylány. Királylány. Nem is el. Ez kérik komoly ez a énekel. Ez a szép járvány. Királylány. Szerencsére vége van a vége. Mesterek. Vége, ez az, vége. Akkor lehet, hogy egy karaoke bárt nyitsz esetleg? Nem hiszem. Szerintem kihagyom. Hát, hogy értékeled a mai teljesítményedet? X-re kihoztam. X-re kihoztam. És két gólt lőttem. Hát akkor. Akkor ezt kell. Akkor ki tud játszani? Adok neked egy ajándékot. Kezdenek, itt vagy. Ez egy jó kép rólad? Rendben van. Tetszik neked ez? Igen. És az értékelése? Hát ez igen, ez nagyon jó, ez extra, ez kiváló, ez tökéletes, ez közel a tökéleteshez. Hát ez szerintem ez egy fúr rendben van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb, és reméljük, hogy tetszett a dolog, és menjetek el Vasas meccsre megnézni a Sanyit, hogyha éppen tiszteletét teszi a pályán, remélem én is tudom. Hát igen, bízom benne, hogy fogok játszani még egyszer-kétszer. Biztos vagyok benne. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a lehetőséget.